Rezsicsökkentés, dr. Aracki András országgyűlési képviselő adott tájékoztatást a témában. Érdi napok alkalmából fotókiállítás és kötetbemutató a Magyar Földrajzi Múzeumban. Hibátlan mérleg, az Érd női kézilabda csapata a Vác együttesét fogadta a sportcsarnokban. Köszöntöm a kedves nézőket! Önök az Érdi Városi Televízió híradóját látják. Szerdán este ülésezett a Parkvárosi Település Részi Önkormányzat a Teleki Sámuel Általános Iskolában. Az ülés meghívott vendége dr. Aracki András országgyűlési képviselő volt, aki a rezsicsökkentésről beszélt a résztvevőknek. Aracki András országgyűlési képviselő a rezsicsökkentés hátteréről és fontosságáról beszélt a résztvevőknek a részönkormányzati ülésen. Elmondta, hogy Érden, Diósdon, Tárnokon, Sóskúton, Pusztazámoron és Törökbálinton közel 21 ezer ember írta alá a rezsicsökkentés támogató íveket. Ez is mutatja, hangsúlyozta a politikus, hogy ez egy jó program és megalapozott elvárást teljesít a kormány, illetve a parlament, amikor a rezsicsökkentés irányába mozdult el. Az a fajta rezsicsökkentés, amit az emberek érdekében elkezdtünk, előremutató, és a következő időszakban is fenntartható lesz. Értem ez alatt, hogy nem lehet most már azt várni, hogy minden évben 10%-kal csökkenjen a rezsi, de az bizonyos, hogy kevesebb lesz a gáz és a villamos áramnak az ára a következő 8-10-20 évben, mint ami volt 2005 idejében. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert először volt, ha jól nézem, még a Kádár rendszert is, ha belevesszük, de még az előző rendszert is, meg azt megelőző Rákos időszakot is, ha megnézzük, minden év úgy kezdődött, hogy mit fognak emelni. Most 2013 volt az első év, szerintem én sajnos már elég tapasztalt vagyok ebbe a dologba, amikor még emlékszem rá, amikor az akkori pártagok úgy ilyen suttogó propagandával mondták, hogy emelkedni fog a cukorára, emelkedni fog a villanyára, a vízára, és akkor mindenki, amit tudott, az föl magához gyűjtött, és persze a villanyt meg a vizet azt nem tudta, és akkor bevásároltak. De ez most nem így történt, hanem azt kell mondani, hogy az alapvető árak, tehát úgy értem, az energia és a háztartási költségek árai azok csökkentek. Az árak, azok tartósan lefele tendálnak, és a kereseti viszonyokhoz képest a gáz ára nem lesz olyan magas, mint ami volt 2005 és 2013 között. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta továbbá, hogy a víz, az áram és a gáz árának csökkentése mellett a szemétszállítás területén is rezsicsökkentést hajtottak végre. Mindenki észlelte, hogy 2012 végén, sőt, még azt megelőzően 2012 áprilisától az önkormányzati hatáskörben levő szemétszállítási, szemétösszegyűjtési díjak azok folyamatosan emelkedtek. Érden is, másutt is emelkedtek ezek a díjak, jóval az inflációt meghaladóan. Ezért én akkor benne voltam egy ilyen rezsicsökkentést koordináló bizottságban, amit a Fónagy János és a Németh Szilárd vezetett, és pontosan a szeméttel kapcsolatban született az a politikai döntés, hogy nem addig mert egyébként az önkormányzatok és a cégeik azért érzékelték ezt a rezsicsökkentéses szándékot, ezért ők azt mondták, na jó, előbb fölemeljük, aztán majd abból engedünk 10%-ot. Ez nem így történt. A szemétnél, hangsúlyozom, nem így történt. A szemétnél úgy történt, hogy erre figyelemmel azt a döntést hoztuk, hogy 2012. április 15-én érvényes árra kivetítve kell végrehajtani a 10%-os, illetve pontosítok, hogy nehogy véletlenül szólja a házalét. Tehát az akkori árat, annak az árnak a 104%-át, ez azért volt, mert a lerakási illetéket időközben bevezettük, a 104%-ának a 90%-át kellett csökkenteni, tehát nem azok az önkormányzatok, azok a szolgáltatók, akik abban bíztak, hogy majd a 2013. január 1-én esedékes árból kell visszaszámolni, azok tévedtek. Ebb tekintetben vannak próbálkozások, természetesen másik oldalról nem szolgáltatnak, fölmondják a szerződéseket,
de olyan rendszert hoztunk létre, hogy a katasztrófa védelem elrendelheti kötelezően átment időre a szemét elszállítás szolgáltatásának a fenntartását. Tudom, hogy az önkormányzatok ezzel a problémával küzdenek, de úgy gondolom, itt is az emberek érdekét kell nézni. A rezsicsökkentést úgy lehet végrehajtani, hogy az nem fenyegeti sem az ellátás biztonságát, sem a műszaki színvonalat, zárta tájékoztatóját a politikus. Az érdi napok alkalmából több programot is szervezett a Magyar Földrajzi Múzeum. Csütörtökön este Sándorfalvi László fotóiból nyílt kiállítás, majd Somorjai Ferenc Magyarország útikalauz című kötetének bemutatójára is sor került az intézményben. A Magyar Földrajzi Múzeum nem csak távoli tájak szépségeit és utazóit kell, hogy felidézze, hanem a közeli értékekről is kell ízelítőt adnia, hangsúlyozta Kubasek János múzeumigazgató, majd hozzátette, céljuk, hogy Magyarországot is minél többen, minél alaposabban megismerjék, megszeressék. Megszeretésnek az egyik feltétele, hogy ismerjük azt, amit szeretünk, különben csak konganak a szavak a levegőbe, tehát ehhez konkrétumok is kellenek. És először a szűkebb lakóhelyünket kell megismerni. Vannak szépségek, gyönyörűségek távoli tájakon is, a Hawaii-szigeteken, vagy Új-Zélandon, vagy Ausztráliában, de itthon is vannak, és ezeket is észre kell venni. És ez a fő törekvésünk, hogy a lakóhelyünk értékeiből adjunk, villancsunk fel kincseket. Nem titkolt célunk az sem, hogy a környezettudatos, természetbarát, természetszerető felfogást és szemléletmódot erősítsük. Nagyon sok környezetvédő mozgalom jelentkezik jó és szép célokkal, de akadnak olyanok is, akik hangosan verik a kolompot, de nem tudnak egy juhafát megkülönböztetni egy tölgyfától. És összekeverik a szalamandrát a vérsiklóval. Szóval a környezetvédelemhez, természetvédelemhez bizonyos ismeretanyag is szükségeltetik, és nem biztos, hogy az aszfaltzöld felfogás jelenti a igazi értéket, csak azért, mert ez a leghangosabb és a legharsányabb. A természet az fákból, virágokból, növényekből, állatokból, sok minden értékből áll, amit a természet ad nekünk. Sándorfalvi László ezeket az értékeket kívánja bemutatni a Mezőföld természeti csodái című fotókiállításon látható képeink keresztül. Ezek a fotók csak kizárólag Mezőföldön készültek. A Földrajzi Múzeumnak ez is volt a terve szándéka, hogy csak olyan fotókat mutassunk be, ami itt Mezőföldön készültek, tehát semmi külföldi, európai nagyvilágból készült fotó nincs itt. Igazából a képek mind Székesfehérvár és környékén készültek, mi a székesfehérvári lakos vagyok, és oda a környező erdőket járom, fotózgatom. Ilyen nagyon széles, úgymond a választék, a növényektől kezdve makrofotók, tájképek, madarak, emlősök. Nagyobb részben madarak és emlősök vannak, vagy az idők folyamán ez úgy alakult a 14 év alatt, amióta fotózgatom, hogy a kedvenc témáim a madarak és az emlősök lettek. Igazából a lehetőségeim is ezeknek a fajoknak a fotózására adódott meg, mert édesapám erdész, vadász, és így sok olyan helyre is be tudtam jutni, vadaskertekbe, vadasparkokba, ahol nem olyan könnyű, és valahogy efelé irányultak a fotózási vágyaim. A kiállítás megnyitót követően Somorjai Ferenc Magyarország című útikönyvének a bemutatására került sor, amelyen az érdeklődők megismerkedhettek országunk népszerű, közismert és rejtőzködő értékeivel egyaránt. A könyv létrejöttét igen nagy kutató munka előzte meg. Egyfajta becsüs módjára megy ilyenkor az ember, a vegetáció, a biológia szakos is vagyok, meg természetföldrajzi, mondjuk a legmagasabb doktorátusom van, vagy akkor művészettörténész is vagyok, ezáltal elég jól tudja az ember azt, hogy egy térre vagy egy városrészbe bemegy, netán a telek szélességekből vagy a házaknak a stílusából megállapítom, mikor volt konjunktúra, mivel foglalkoztak, tehát mint a becsüs, úgy történik. Nyilvánvaló, hogy mindent meg kell nézni, a pozitív hozzáállás nagyon fontos, mert vagy nem írok valamiről, ami ugye negatív, mert nekem el kell adni ugye a ménestől a barlangon, az arborétumon keresztül a tájházon át a templomig, mindenféle, mind a természeti, mind a kulturális értékeket, viszont amit pedig értékelek, az amiről írok, az természetesen értékelni kell. És hát ez olyan, mint amikor bevisznek egy szőnyeget a bizományiba, és azt mondja a bizományos, hogy adok érte 300 000 forintot, vagy hagyja az első kukán, az első kapuajba. Na most
ezentúl, amit én a szememmel meg tudok állapítani, mert 52 éve vagyok idegenvezető, és már gyerekkoromban templomokat mértem föl, 15-16 éves koromban. Ezután megyek a polgármesterhez, a paphoz, a kultúrázvezetőhöz és a ottani szürke állományhoz, aki a várható fejlesztésekről, rendezvényekről, amiről én nem tudhatok. Tehát ez, itt nincs mese, itt kell menni 30-40 kilométert olykor egy nap alatt, hogy az ember mindent megnézzen. És ezt mind autóba alva, az ilyen apró falvas területeken, ugye nyilván, ami nincs a fő csapás irányon, ahova vonattal el tud az ember menni, meg busszal, oda természetesen ugye autóval. Arra szóltam, egy nap 10 település, benne aludtam, mindent, ugye a fotók is az enyém, kb. 510 képből 507 vagy 506 az enyém, úgyhogy gyakorlatilag az én könyvem ez mostan, úgyhogy ez a életem főműve. Eddig mindig szerzőpárossal készült a könyv. Ez az első olyan Magyarország úti könyv, ami egyetlen szerző, Somorjai Ferenc úr szerzőségében készülhetett el. Hát ez tulajdonképpen egy kicsit kalandos életet élt, mert minden szerző mire törekszik, arra, hogy ez egy teljes, hatalmas, nagy terjedelmű mű legyen, amiből semmi sem maradt ki, sok-sok fotóval, sok-sok színes fotóval, térképpel, alaprajzokkal. Amikor én először megkaptam a kézirat első változatát, és megnéztem, és gyorsan kiszámoltam, hogy ebből bizony egy ilyen 1400-1500 oldalterjedelmű Magyarország lesz, ami képtelenség, hiszen kezelhetetlen, tehát ezt nem lehet eladni. Akkor gyorsan fontolgattuk, hogy mi legyen. Egy kötetben nem fér be, két kötet nem jó, mert akkor mindig éppen az nincs nálam, amire szükségem lenne. Így aztán kompromisszumot kellett kötnie Somorjai úrnak, és lett belőle egy lényegesen kisebb terjedelmű, bár tartalmában azt gondolom, hogy igazán teljes útikönyv. Amikor megjelent és írtam az örömhírt, akkor azt írtam neki, kedves Somorjai úr, azt hiszem, minden idők legszebb és legteljesebb Magyarország útikönyve jelent meg. A könyv bemutató után a rendezvény zárásaként az érdeklődők Kubasek János múzeumigazgató vetített képes előadását hallhatták hazánk turisztikai értékeiről. A Szent Gellért hét programsorozatának részeként Kozák Attila képzőművész alkotásaiból nyílt kiállítás Diósdon. A tárlat szeptember 23-áig még megtekinthető a Kék Géza közösségi házban. Kozák Attila, Diósdon élő képzőművész több száz kiállítást tudhat maga mögött. Az ország több pontján találkozhattak már az érdeklődők alkotásaival, és most az önkormányzat felkérésére a diósdiaknak is bemutathatta munkáinak egy részét. Engem nagyon régóta érdekel a sámanizmus, sokan összetévesztik a sátánizmussal, ami nem mindegy. A sámán az mindig egy gyógyító, egy erőt sugárzó ember volt, aki a földről az ég felé elszáll. Na most ezek a festmények eljutottak arra a szintre, hogy a sámánizmusból az ég felé eljutottunk az UFO kutatásig, meg a világűrbe. Tulajdonképpen így álltak össze ezek a festmények, ezek a képek, tehát igazából nagy baj nincsen belőle. Mindenki azt gondol, amit akar, mert van itt néhány olyan festményem, ami a nefilimekről, az óriásokról, a bukott angyalokról szólnak, mert ez ugyanúgy benne van a témában. Van egy vadászat, benne van az erotika a festményeimben. Most azért nézek így körbe, mert tényleg benne van. Kozák Attila egyedi technikával alkot, amelyről azonban nem sokat kívánt elárulni. Én a 40-valány év alatt több millió forintot dobtam ki a kukába, szó szerint fizikai értelemben a kísérletezések. Egy-egy festmény, hát nem, sok 20-30 réteg festékből áll össze, és az egészben az a legtöneményesebb, hogy egyszer a Nemzeti Galériának az egyik restaurátora felkért, hogy vigyek be egy képet, mert szeretnék analizálni, és azt mondták, hogy 60 réteg festék réteg van rajta, és jött a kereszt kérdés, hogy hogy csinálod, mondom, nem mondom meg.
Úgyhogy erre a válaszom ennyi, mert erre nem tudok mit mondani. Nagyon-nagyon sok festékréteggel dolgozom, és vannak olyan képeim, amelyek akár 10 évig készülnek. A tárlat szeptember 23-áig látható a Diósdi Kék Géza közösségi házban. A bajnokság negyedik fordulójában az Érd női kézilabda csapata a Vác együttesét fogadta a városi sportcsarnokban. Az Érd 10 góllal múlta felül tavalyi nagy riválisát, így továbbra is hibátlan a mérlegük. Több száz szurkoló előtt vette kezdetét az Érd-Vác rangadó az NB1-es női kézilabda bajnokság negyedik fordulójában. A B-közép tagjai egy óriási fekete narancsárga zászlóval készültek a mérkőzésre, ezzel is demonstrálva az erőfölényt. Az Érd a Ferencváros elleni BL találkozón megsérült Triscsuk nélkül volt kénytelen pályára lépni, aki többszörös szem- és arckoponya régiós sérülést szenvedett. Ennek ellenére könnyedén, magabiztosan győzött az Érd. 10-7-es félidőt követően 24-14 arányban diadalmaskodott a csapat, megőrizve ezzel veretlenségét. Remek hangulat volt a csarnokban, nagyon sokat segítettek a nézőink, akik úgy lendületet adtak az egésznek, kicsit nehéz volt elindulni. Én azt gondolom, hogy egy nagyon magabiztos védekezéssel és mögött egy remek kapus teljesítménnyel tudtuk ezt a fontos 2 pontot megszerezni. Elmondásban sem játszottunk rosszul, hiszen remek akciók voltak. Kicsit túl sok technikai hiba volt, meg a jó helyzetenket nem mindig tudtuk befejezni, de ugye a játékkal egyébként nem lett volna probléma, csak az a fajta feszültség, hogy muszáj volt, de tényleg nagyon fontos volt nyerni, az úgy rányomta a bélyegét meccsre, de mondom, nagyon jó hangulat volt a csarnokban, kicsit izgultunk, hogy ilyen későn kijönnek-e az érdiek szurkolni nekünk, de itt volt mindenki, úgyhogy jó volt. Valójában nehezen indult a mérkőzés, szerintem átható is volt, hogy 5. percig 0-0 volt az állás, de hál' Istennek mi lőttük az első gólt, és úgy érzem, hogy akkor kezdett megtörni a jég, és a végére egész jól bejöttünk a játékba. Hát én örülök, hogy azért sikerült több gólt dobnom, de persze ezt a többieknek is köszönhetem, mert ők segítettek ebben, és alakították ki a helyzeteimet. Erre nem számítottunk, igazából egy olyan jó mérkőzést gondoltunk, hogy játszunk majd, ahol olyan ellenfélként lépünk pályára, aki nem teszi fel a második fél időbe a kezét. Mi azt gondolom, hogy a második fél időbe nagyon gyenge játékot mutattunk, és akkor még finoman fogalmaztam. Az érdi együttes a bajnokság 5. fordulójában a szintén veretlen DVSC otthonában vendégszerepel. Egy hasonlóan nehéz mérkőzést, ahol én gondolom, hogy az Érdet teltház fogja fogadni, úgyhogy remélem sokan elkísérnek minket, és jó hangosak lesznek az érdi szurkolók. Megpróbálunk maximálisan fölpolisszülni, nem megpróbálunk, hanem fölkészülünk lehető legjobban, és mindent oda fogunk adni ahhoz, hogy ezt a 2 nagyon fontos pontot hazahozzuk Érdre. A 2 hibátlan mérleggel rendelkező együttes összecsapását 22-én vasárnap 18 órás kezdettel rendezik meg. Szombaton mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, de emellett keleten többfelé erősen megnövekszik a gomoly felhőzet. A Tiszántúlon záporok alakulhatnak ki, máshol csapadék azonban nem várható. Megerősödik az északnyugati szél, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 10 fok körül valószínű, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 16 és 21 fok között alakul. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, önök az Érdi Városi Televízió híradóját látták. Híreinket megtekinthetik a www.érdhiradó.hu internetes portálon. Maradjanak velünk a folytatásban is, további kellemes szórakozást kívánok mindenkinek, viszontlátásra!